Betört ablakok, füstös falu házoldal, törmelék az udvaron. A kaposszekcsői családi ház lakhatatlanná vált. Itt élt az a volt rendőr családjával, aki néhány napja egy családi veszekedés után elvágta a ház egyik gázvezetékét, az ingatlanba pedig több helyen tüzet gyújtott. A helyiek szerint a családi fotóalbumokat is eltüzelte. Az egyik szomszéd villogó fényekre lett figyelmes, nem tudta, hogy mi történhetett. Akkor mondják, hogy fel akarta robbantani a házat, akkor még ez a udvar felüli ablak, ez füstölt. De hát itt dolgoztak a tűzoltók, és akkor közben ide jöttem, és akkor nézem, hát ott van az Pista. A kezébe így durul, azt a két ablakot kinyomta. És utána meg dobott valamit ki. Egy másik szemtanú hazafele tartott, amikor azzal szembesült, hogy minden út le van zárva Kaposszekcsön. A történtekről felvételeket is készített. Ezeken jól látszik, hogy a helyszínre kivonultak a terror elhárítási központ és a rendőrség munkatársai, de jelen voltak a tűzoltók és a mentők is. A szemtanú négy lövést hallott, majd a férfit hordágyon lekötözve tolták ki az ingatlanból. A robbantó férfi a rendőri intézkedés során ellenállást tanúsított, és a családi házból többszöri felszólítás ellenére sem jött ki, elbarikádozta magát. Én ezt az utcát megtaláltam, ide beálltam autóval, itt néztem az eseményeket, láttam, itt állt a mesterlövész, és ugye nem akart kijönni az úriember a házból, és elkábították, négy nyugtató löveréket adtak rá. A szemtanú azt mondja, a férfi egy kocsolai ex-rendőr, soha nem gondolta róla, hogy ezt teszi majd. A falu közösségét mélyen megrendítették a durva események. A család 8 éve költözött Kaposszekcsőre, az egyik szomszéd szerint normális életet kezdtek. A szekszárdi járásbíróság el is rendelte a férfi letartóztatását, akit időközben a budapesti igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetbe szállítottak megfigyelésre. Az ügyészség álláspontja szerint a letartóztatásnak az általános törvényi feltételei mellett annak különös feltételei is fennállnak, így a gyanúsított esetében tartani lehet a szökésétől, elrejtőzésétől, ezen kívül a főként a családtagjai, az élettársa, valamint a szomszédban lakók esetleges megfélemlítésétől, befolyásolásától, valamint a bűnismétlés veszélye is fennáll. Úgy tudjuk, a település polgármestere felajánlotta segítségét a férfi feleségének és két gyerekének. A családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat szakemberei pedig biztonságos helyre költöztették az édesanyát gyerekeivel.